Újabb adag oltóanyagot vehetnek át a házi orvosok. Ezúttal 6701 darab kínai gyártmányú Sinopharm vakcina érkezett, melyből Tolna megyében 122 házi orvosi praxis kap. 18 éves kortól alkalmazható a kínai vakcina. A korábbiakhoz hasonlóan először azokkal a 89 évnél idősebbekkel kezdik a házi orvosok az oltást, akik eddig még nem kapták meg a koronavírus elleni vakcinát. Endrődi Csaba, szekszárdi házi orvos 134 darabot kapott az új oltóanyagból. Azt mondja, a vakcina az egyetlen járható út a járvány megfékezésében. Kétféle oltóanyagot vettem át a mai nap itt a székházban, az AstraZeneca oltóanyagot és a Sinopharmot. Az AstraZeneca-val a 60 évnél fiatalabb krónikus betegeinket oltjuk. Őnekik az oltási időpontját már elkezdtük szervezni, vélhetően csütörtökön fogjuk tudni őket beoltani. A Sinopharm, a Sinopharmával oltást eztán fogjuk megszervezni. Sinopharm mellett 1000 ember beoltására elegendő AstraZeneca oltóanyag is érkezett a napokban, amiből 58 házi orvosi praxis kapott Tolna megyében. Ezzel a 18 és 59 év közötti krónikus betegséggel küzdőket oltják be a házi orvosok. Úgy tűnik, hogy ezzel az adaggal, ami most oltásra kerül a házi orvosok által, ez egészen pontosan 1000 ember leoltására alkalmas, és ezzel, és esetleg egy ugyanekkora adaggal, tehát körülbelül 1000 oltóanyaggal, én úgy ítélem meg, hogy Tolna megyében ezt a populációt, tehát a 18-59 közötti krónikus megbetegedéssel küzdködőket úgy gondolom, hogy le tudjuk oltani. Horváth Kálmán azt mondja, a tervek szerint jövő hét elejéig csak nem 10 000 ember kapja meg a koronavírus elleni védőoltást. Tolna megyében a házi orvosok február 11-én csütörtökön, majd néhány nappal később február 15-én már kaptak oltóanyagot.